Kovács Judit megkapta az Artisius irodalmi díját a Hazátlanok című művéért. A Nyíregyházi író hosszas kutatómunkát végzett, hogy a közelmúltban történteket valósághűen tudja ábrázolni olvasói számára. Lili, a kismárki diáklány vallomása a Kovács Judit regénye, akit a történelem sodor magával a II. Világháború végén. A műből egy felolvasó színházi produkció is készült, ezt hétfőn láthatták Nyíregyházán a nézők, de Budapesten és Kassán is bemutatják majd. A regény a közelmúlt történelmének izgalmas részleteit, közösségi, illetve egyéni traumáit dolgozza fel egy szerelmi történetbe ágyazva. A főhős 1944-ben a kismárki gimnázium végzős tanulója, akinek életét ketté töri a politika. Német nemzetisége miatt Lilinek előbb a partizánok elől kell menekülnie, azután édesanyjával, nővérével és sorstársaival előzik, táborba zárják, majd a romokban heverő Bajorországba deportálják. Kovács Judit harmadik könyvét bő 2 évig írta, a Megtagadva első és az Elszakítva második regénye után 2019-ben jelent meg a Hazátlanok című alkotása, ezért március elején vehette át az Artisius irodalmi díját. Kovács Judit a díjról úgy nyilatkozott, nagy öröm és megtiszteltetés, hiszen ez egy szakmai elismerés. A könyv azonban nem csak szakmai sikereket tudhat maga mögött, az olvasóktól szintén kifejezetten pozitívak a visszajelzések. A legnagyobb magyar könyves közösségi oldalon sokan a maximális 5 csillagra értékelték, a nem könnyű témaválasztás ellenére is. Kovács Judit regényíró pedig itt van velünk a stúdióban. Kezdet csókolom, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk. És gratulálunk a díjhoz. Artisius díj, ez azt jelenti, hogy mondjuk a zeneiparnak a Grammy díja? Most lehetne így fogalmazni majd, hogy nem? Hát simán, annál is inkább, mert Artisius irodalmi és zenei díj. Tehát egyszerre történt, az irodalomban 5 díjazott volt, és utánunk következően pedig könnyű és komoly zenében a díjazottak. Ez önnek a 3. kötete, ugye a felvezetőben is elhangzott. Miért pont a történelem? Azaz, ami közel áll önhöz. Hát nagyon kézenfekvő a válasz. Eredeti foglalkozásom levéltáros, történész. 2 évtizedet töltöttem levéltárban, levéltárakban, és amikor ez a munkám abba maradt, amely nem szimplán egy munka volt, hanem bármilyen nagy szóhivatás, akkor egyik pont a másikra nem szűntem meg történésznek lenni, vagy levéltárosnak lenni. A múlt iránti szenvedély, a kutatás, ez megmaradt a mai napig. Csak éppen irányt váltott, tehát a 19. századból, vagy a reformkorból közel múltunk, a 20. század kezdett el érdekelni, és 26 idős emberrel készítettem 2007 és 2009 között életútinterjúkat, akik 71 néhány évtől a 100 évig terjedt az életkoruk, és ők beszéltek nekem a 20. század nagy történelmi traumáiról, a II. Világháborúról, kommunista diktatúráról, kisebbségi sorsról, internálásról, deportálásról, és így tovább. Tehát akkor a téma van bőven. Ön szerint igen, mennyire feldolgozott ez? Ez a téma. Azt tapasztaltam, hogy létezik egy másfajta történelem, mint amit tanulunk, tanítunk, vagy amelyet kutathatunk a forrásokból. Ez a kis ember, a hétköznapi ember szemszögéből a megélt történelem. És akkor még 2007-ben az én interjú alanyaim el tudták mondani az orál história, az élő emlékezet alapján, hogy mit éltek át, és hogyan élték meg. És bizony egy kirajzolódott egy olyan kép, amely valahol merőben más, mint amit a történelemkönyvekből megismerhetünk, vagy tanulhatunk. No, azért egy picit avasson be, mennyiben más. Hát annyiban más, hogy a történelmet a győztesek írják, ugye, és az érdekek, leginkább politikai érdekek határozzák meg, hogy mi maradt fenn az emberiség történeteiből, millió történeteiből, és bizony a kis ember, a hétköznapi ember megpróbáltatásai vagy szenvedései igazából nem érdekli ezeket a forrásokat, és olyan fehér foltok, amit ők elmondtak nekem, olyan fehér foltok tárultak fel, amelyről nem beszéltek, mert nem beszélhettek, vagy nem tudtak beszélni, hogy konkrét legyek. A II. Világháború alatt az első regényem itt játszódik, Nyíregyházán és Oroson,
és az első bombázásoktól a Málenki robotra hurcolásig a nők megerőszakolásán át mondja el, hogy mit éltek át a hétköznapi emberek 1944 és 45 során. Hát ezekről igazából nem lehetett beszélni a rendszerváltásig, hisz a szovjet tömb tagja volt Magyarország, és a hős felszabadító szovjet katonákat ünnepelte április 4-én és november 7-én az ország, és akkor hogy jön az ki, hogy a hős felszabadító szovjet katonák gyilkoltak, raboltak és erőszakoltak. Ez csak egy példa, hogy miért más vagy tört ki hiányokat az élő emlékezet, amiről volt szerencsém információkat gyűjteni. Ennek manapság azért kezd egyre nagyobb irodalma lenni. Igen. Hogyha jól tudom, már csak azért is, mert ugye vannak például hát olyan pszichológiai könyvek is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy egy-egy család történetében mekkora traumát okozhattak ezek a bizonyos Igen. történések, amelyeket még a mai napig nem tártak fel, vagy a családtagok nem mondtak el egymásnak, és Pontosan. Ez generációról generációra öröklődik. Ugye ez a poszttraumás stressz szindróma, de a legnagyobb probléma szerintem az, hogy közvetlenül már nagyon nehezen tudunk információkhoz jutni, hisz az én interjú alanyaim közül is már alig van egy pár életben. Tehát, hogy elmentek azok a nagyon idős emberek, és nagyon kevesen vannak, akik el tudnák nekünk mondani, hogy mi történt és hogy. Nyíregyháza, Oros, és akkor a harmadik könyv pedig a Felvidék. A második könyv is a Felvidék, csak ott Igen. ugye a Felvidék és a magyarság, itt a Felvidék és a német kisebbség. Igen. Azt szoktam Miért? Mondani viccesen, de az igazság is ez, hogy a regény akkor kezdődött, amiért a díjat kaptam, a Hazátlanok című regény, amikor férhez mentem. De a második regény is akkor kezdődött, amely a magyar, felvidéki magyar kisebbség megpróbáltatásait mondja el. Azért, mert a férjem egy tőzsgyökeres, felvidéki, szepességi családtagja, és ezek a családtagok, rokonok elszenvedtek mindent, amit a Benes dekrétumok következtében a magyar és a német kisebbség elszenvedett. Magyarán a jogfosztást, táborokba zárást, börtönökbe zárást, elűzést, mindent. És amikor a második könyvet megírtam, a magyar kisebbség hányatatásáról, adódott, hogy a németek következzenek, hisz egy és ugyanaz volt a sorsuk. És a Hazátlanok, hallottuk a felvezetőben, hogy egy fiatal kézsmárki diáklány életén keresztül mondja el az ő megpróbáltatásaikat, és olyan fehér foltokat igyekeztem benne elbeszélni és megmutatni, amelyről úgy gondolom, hogy nagyon keveseknek van tudomása. Szintén konkrét példát, ha mondhatok. A háború után, a békében a németeket a volt zsidó koncentrációs táborokba zárták, mielőtt deportálták és elűzték Csehszlovákiából, és ott számozott rabokként, szöges drót mögött, barakkokban egy évig raboskodtak. Szlovákia tehát ugyanúgy kezelték őket, mint ahogyan a németek kezelték annó ugye a zsidókat, tehát Igen. e tekintetben nem voltak Igen. másabbak Igen. ők sem. És amikor nagyhatalmi egyezménnyel deportálták őket a volt Németországba, 12.450.000 előzött német zúdult rá a szétbombázott volt Németországra, Kelet-Közép-Európa minden országából előzték őket, akkor nem lehetett őket hová elhelyezni, a vidéki falvak után kényszerrel, katonai erővel ültették őket parasztgazdaságokba, de megteltek, nem volt egy üres porta sem már, akkor mi történt? Kinyitották a volt náci koncentrációs táborokat, például Dachau-t és annak 150 altáborát, és Dachau 1965-ig működött. Nem volt már megsemmisítő tábor, nem volt gáz, nem voltak rabok, de a menekültek 1965-ig éltek ezekben vagy konkrétan Dachau-ban. És a menekültek másodosztályú németek voltak. A krumplibogár a vaddisznó mellett a harmadik istencsapás az őslakosok számára. És az az integráció, amely végül kinkeservesen megtörtént és bekövetkezett, nagyon keserves volt. Hát erről szól a harmadik, a Hazátlanok című regény, de nem szeretném elijeszteni a nézőket és leendő olvasóimat, mert ez egy jól olvasható, egy szép szerelmi történetben ágyazva mondja el ezeket a megpróbáltatásokat, traumákat és tragédiákat. Tehát van benne azért happy end is.
az előzőekhez képest mondjuk úgy, hogy van happy end, vagy értelmezhetjük úgy, hogy happy end. Egy mondatot mondhatok még? Persze. Ez egy optimista regény. Na. Annak ellenére, hogy tömeggyilkosságok, Cserobi tömegvészállás is például szerepel benne. És azért optimista regény, főhősei fiatalok, akik utána valóban kiverekedik magukat ezekből a menekültáborokból, és felépítik azt a szétbombázott volt Németországot, és egy új világot teremtenek. Tehát erőt sugároz mindenképpen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.